Szép jó estét kívánok, a pontos idő 7 óra és pár másodperc, és ilyenkor mindig előállok egy vendéggel. Mindig szeretnék egy olyan vendéget hívni, aki valami olyat tud mondani, ami leköti önöket a székhez. De nem fizikailag, hanem odafigyelnek, közben azért tesznek, vesznek, de se baj, hisz, megismételjük majd. De már egy olyan vendéget sikerült becserkészni, aki már volt belügyminiszter, pártelnök, és Isten tudja még mi minden volt, és van egy nagy hibája, hogy mindenre emlékezik. Tehát nem lehet átverni, én majd megpróbálom azért olyan kérdéseket föltenni, aminek következtében talán olyat is elmond, amit nem akart elmondani, de az is lehet, hogy végül vizet önt ránk, aztán föláll és elmegy. Ez nem jellemző rá, de minek utána politikus volt, aztán átment médiásnak. Isten tudja, hogy a médiázás után még mi mindenre képes. Lehet, hogy egyéb cirkuszi mutatványokra kiderül, tartsanak velünk. Tehát mai vendégünk a volt belügyminiszter. A miniszteri megszólítás az továbbra is jár neki, Kuncze Gábor. Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok emiatt a hosszú bevezető után. Ahol egyébként jó magasra emeltük a lécet, mármint ami önt illeti, mert ugye most a nézőm várja, hogy hű, de nagyon érdekes lesz ez a beszélgetés, és akkor már nem lehet megfelelni a várakozásnak. Jaj, dehogy nem. Hol született? Pápán. De mire ott Kövér László, Gyurcsány Ferenc megszületett, én már elköltöztem, úgyhogy semmi felelősségem a dologban. Amerikában nem úgy mondják, hogy pápán, hanem pupán, mert ott volt a pupai rabbi, ott zsidók is voltak, amik ki nem írtották őket. Hát nagyon sokan, nagyon erős zsidó közösség élt ott, talán több mint 3000-en voltak, és nagyon kevesen jöttek vissza, ők is többnyire elköltöztek már. Egyébként Gyekicki András csinált ott egy nagyszerű kiállítást a zsinagóga épületében, Szomszédaink voltak címmel szedte össze a dokumentumokat, és egy elég jó hírű kiállítás lett belőle. Amikor ott megszületett pupán, mert ez olyan kedvesen hangzik a pupai rabbi, amikor először Amerikában találkoztam egy pupai rabbi leszármazottjával, és azt hittem, hogy viccelődik velem. És mondtam neki, hogy pápai, és mondta, hogy pupai, és nem tudtam meggyőzni, mert ő már Amerikába született, és kötött az ebet a karóhoz, hogy ez így van. Én mondtam, tudod mit, legyen neked igazad, ha bár nehéz másnak igazat adni. Élő zsidókkal ott találkozott először? 4 éves voltam, amikor elköltöztünk, tehát egyrészt nem, másrészt meg ez annyira nem volt téma, hogy nem is tudom megmondani, hogy mikor találkoztam élő zsidóval, ha már így merül fel a kérdés. Furcsa módon talán a piaristáknál, én gimnáziumban piaristákhoz jártam Kecskeméten, talán ott volt egy osztálytársam, de ebbe se vagyok biztos. A piaristákhoz hogy került? A szülők úgy döntöttek, hogy jobb, hogyha egy kicsit keményebb nevelést kap? Hát is, mert engem eltanácsoltak az első év után a gimnáziumból, Várpalotáról, vagy pontosabban közölték a szülőkkel, hogy örülnének, ha én nem ott folytattam a gimnáziumot. Hányat írtunk akkor? Akkor 1964-et. 1964-ben el lehetett tanácsolni a kötelező gimnázium oktatásból valaki? Hát az eltanácsolás az egy... Nem a középiskolai oktatásból tanácsoltak el, hanem az adott gimnáziumból. Én jó csak tanuló... Nem önálló véleménye volt. De igen, jó tanuló voltam, de voltak olyan ügyeim, mondjuk a gimnázium hirdet, pont amikor oda kerültem első évfolyamra, akkor hirdetett a gimnázium egy novella pályázatot, amit én nyertem meg. Ez a űrpempő, az volt a címe, és a sztoria, hát 14 éves voltam, és a sztoria pedig az volt, hogy a világűrből ide érkezik valaki, és akkor az itten nézi a földi folyamatokat, persze elsősorban a gyerekekét, és akkor próbál velük együttműködni, segíteni nekik, de ez mondjuk annyira nem érdekes, bár szórakoztató volt a hallgatóság szerint, de egy iskolai ünnepségen fel kellett olvasnom nekem a győztes pályaművet,
csak azt kérte az osztályfőnököm, hogy volt benne egy, ugye 64-et írunk, kommunista szombatok, az emberek bementek a munkahelyükre, ott dolgoztak, és akkor mindig jött a hír este, hogy és ami pénzt kerestek, azt elküldték, felajánlották a hazájában a szabadságért harcoló hős vietnámi népnek. És akkor ebben a űrpempőben volt egy olyan jelenet, hogy a diákok bemennek szombaton tanulni, és amit tanultak, azt elküldik a hazájában harcoló hős vietnámi népnek. És mondta osztályfőnököm, hogy ezt a részt ezt hagyjuk ki, hogy ez a, amit tanultak, azt elküldik, az egy kicsit hát szarkasztikusnak tűnik. És én mondtam, hogy jó, és nem hagytam ki, hanem felolvastam. Szóval ilyen jellegű problémák voltak. Szóval a cenzóra kudarcot miért is kellett volna azt akkor kihagyni? Hát a tudást is át lehet plantálni. De hát elküldeni azért viszonylag nehéz. Szóval, és akkor hát a nagyapám is, meg az apám is piaristákhoz jártak. És akkor adódott, hogy hát akkor egy ilyen gimnáziumba. És Pestre felvételiztem ugyan, de nem volt kollégium, Kecskeméten viszont volt kollégium, és így aztán Kecskemétre kerültem, és ott is érettségiztem. Hol éri az első szerelem? Hát ez ugye, akkor most mi a szerelem? Mert van olyan válasz is, hogy mondjuk 6 éves koromban, meg van olyan válasz is, hogy 20 éves koromban. Hát ha egy és ugyanaz iránt, akkor az érdekes. Ha meg nem, akkor menjünk a 24-re. Akkor mondjuk 20 éves koromban. 20 éves korában. Hány felesége volt idáig? Egy. Nem volt, hanem van. Éppen tegnap előtt volt a 40. házassági évfordulón. Mindenhol a közösségi oldalak is beszámoltak. Eléggé széles körben. Szereti a közösségi oldalakat? Nem. Az emberekkel hogy van? Azokat szeretem. A közösségi, szóval ez két külön dolog. Ugye a közösségi oldalakkal az a problémám, hogy olyan mértékben tobzódik az exhibicionizmus, ami nekem már sok, én ennél sokkal zárkózottabb vagyok, ugyanakkor viszont nem lehet kikerülni. Tehát rajta kell lenni, mert az ember egy csomó információt azon keresztül gyűjt be, onnan tudja, hogy kivel mi van, mi történt. De ugyanakkor viszont ez egy kényszer is egyúttal, hogy nekem is állandóan valamit föl kell tennem, mert hát elvárják azok, akik viszont engem követnek. Konkrétan mi zavarja, hogy reggel meglátja az én álmos fejemet, és odaírom, hogy 3 óra van, készül a híradó, aztán jön a pirkadat, de szeretnék aludni, és ez úgy szembe jön magával, önnel, és akkor azt mondja, hogy na már megint van a Breuer. Vagy ezt csak a példakedvéért mondtam, persze. Vagy mit tudom, én pakolom az íróasztalomat, és találok egy 20 éves kori képet, és ráébredek, hogy ó, milyen jó képű srác voltam. Talán valamelyik nőnek még eszébe jutott, hogy ó, tényleg ígyunk meg egy kávét. Ez nem csak nálam, ez úgy az embereknél. Igen, igen. Mert a kezükben van a telefon, azzal nagyon jól lehet szkennelni, ha valakit valami öröm éri, akkor gyorsan leírja. Én például mindenkinek kellemes születésnapot kívánok, és ha lehet, ezt megspékelem egy idegen nyelvvel is, hogy kedves legyek, meg hogy bosszantsam, hogy egy fordítógépbe bele kell, hogy tegye, hogy legyeket küldtem-e neki, vagy egyebet. Tehát azért ebben van valami, aztán van, amikor nagyon idegesít, amikor mások kitárulkoznak. Igen, ez is benne van kétségkívül, de ugye én e tekintetben kicsit más vagyok, mert eredetileg, amikor Kunce Gáborként simán följelentkeztem, akkor ugye jöttek az ismerősök, akkor éppen az idegesített, hogy reggel mindenki fölébred, és azt beírja, hogy iszom egy kávét. És akkor 30-an aláírják, hogy adj nekem is egyet. És akkor így szépen süllyed el minden, és a fontos információk elsüllyednek. Ugye nekem a végén lett 5000 ismerősöm, meg, hát, még, az a maximum. Meg még 1000-en vártak arra, hogy visszaigazoljam őket, akik megsértődtek, hogy miért nem igazolom vissza, és akkor csináltam egy közszereplős oldalt. Ott most talán olyan 50-60 ezer követőm van. Hát ez már elegendő ahhoz, hogy Európai Uniós képviselő legyen. Hát, de ott például nem indulok. Minden esetre
Ott viszont ez a kérek egy kávét, vagy nem kérek egy kávét, ez nem jön szóba, amit én fölteszek, azt szokták kommentálni, illetve személyes üzeneteket küldenek, amelyeket egyébként igyekszem megválaszolni. A kommentek nem idegesítik? Ezt tudomásul kell venni, hogy aki fönt van a világhálón, az kap hideget is, meleget is. Inkább az az érdekes, hogy kommentelők, és ezek valószínűleg bérkommentelők, mert ha rákattintok a nevére, akkor kiderül, hogy ismerőse nincs, meg semmit nem szokott felrakni, de egyébként kommentelni szokott. Szóval akik úgy minden megalapozottság nélkül állítanak valamit, amit aztán a többiek vagy átvesznek, ez nem nagyon fordul elő, vagy elküldik a francba, de ennek meg nem látom értelmét már annak, hogy akkor mi a francnak föltenni. De valótlan állítások garmadája, sértegetnek, de hát tudomásul kell venni, ez egy ilyen. Az egy nagyon idegesítő, eleinte engem nagyon idegesített, aztán úgy döntöttem, hogy én nem leszek egy demokratikus lény, és letiltottam a kommenteket, mert állítólag, aki az oldal, az felel a kommentekért is. Na most ennyi szennyet, aztán utána visszakapcsoltam, és nagyon élveztem, hogy nem én kellett, hogy megvédjem magamat, hanem már éppen elég ismerősöm volt, aki harcba szállt érte. De a végén az is idegesítő volt, mert már nem is nem lehetett követni, hogy miről is van. Szóval, hogy ki kivel, miért, mikor, miről vitatkozik. És az ember agya lefagy, tehát én azt hittem, hogy csak egy komputer tud lefagyni, de az ember agya is idő után előjön a nem létező hátfájása és lefagy. Mennyi időt tölt a komputerrel naponta? Hát legalább 4 órát. Ha ugye a beszélgetés elején kérdeztem, hogy van-e sok keresztgyereke, és mondta, hogy van, meg az ismerősök gyerekei, azokra is szentel ennyi időt? Hát ha olyan a helyzet, akkor rájuk többet, mert akkor a komputert félrelököm. Nekünk nincsen gyerekünk, és ennek megfelelően unokánk sincs, viszont a családban, a szűk családban, tehát a testvéreknél, ott most éppen összesen 9-10 év alatti kis gyerek van. A legfiatalabb még nincs 3 éves, a legidősebb meg 9. És hát ők, ha nálunk vannak, hát akkor komputer szóba se. Illetve mondanám, hogy szóba se jön, de nem így van, mert azért egy idő után ők igénylik, hogy a tűzoltó szemet, meg a nem tudom milyen, a magyar autós mese magyarul, meg a Baby Born babának szóló filmeket, azokat meg kell nézni természetesen már, mint hogy nekik. 4 órát ül a gép mellett, mennyi hírt olvas el ez alatt? Hát ennek a 4 órának a nagy része az hír és kommentár olvasással telik. Mennyire hozza a világot tulajdonképpen? Tehát a rendszerváltás hajnalán, ha lett volna ilyen széles sávú internet, mennyivel lett volna könnyebb? Hú, ez egy nehéz kérdés, mert szívesen válaszolna az ember, hogy sokkal könnyebb lett volna, hiszen gyorsabban jön az információ. Ugyanakkor viszont a szenny is gyorsabban jön, meg a félrevezetés, meg a fake news, meg minden sokkal gyorsabban jön, és az emberek nagy része azokból tájékozódik, vagy tájékozódik félre. Viszont az egy érdekes dolog volt, amikor belügyminiszter lettem, akkor jött be a vita, a különböző vitafórumok akkor jelentek meg az interneten, és az akkor nagyon használható volt, ugyanis az emberek érdemi véleményeket mondtak. Tehát nekem most néha beírják, hogy de szeretném, ha megdöglenél, és akkor én visszaírok, hogy az érzés kölcsönös, de ilyen akkor nem fordulhatott elő. Ilyenkor a vérnyomással változik? Már nem, hát miért? Hát Istenem, nem szeret. Szóval minden esetre akkor még egy-egy témát még akár magam is elindítottam, és akkor az érdemben szóltak hozzá, hogy az miért jó, miért nem jó, mit kellene helyette csinálni. Nagyon tanulságos volt. Ma annyira szétszakadt a társadalom, hogyha én beírnám, hogy én beszeretném aranyozni Orbán Viktort, akkor a hívei biztos megírnák, hogy te rohadt szemét, mert forró alanyjal akarod nyilván leönteni a mi vezérünket. Szóval egy ilyen teljesen elszállt időszak. Ez kicsit aberráció. Így van.
A legutolsó választások előtt egy koncertterembe találkoztam egy hölgyel, aki mondta, hogy nagyon élvezi a televízió műsorait. Mondtam, hogy üdvözlöm a mazohizmusát, és csak rajta folytassa így tovább. És elmondta, hogy ő tulajdonképpen az eredeti Fekete Doboznak a szerkesztője és a gyártója. Összebarátkoztunk, meghívtuk a stúdióba, és 15 részbe levetítettük azt a Fekete Dobozt, ami most került először bemutatásra. Mi a véleménye mindegy politikusnak, mindegy közszereplőnek, hogy mikor volt a rendszerváltás, mikor voltak ezek az első megbeszélések, aminek a második megbeszélésétől rögzítették, és hosszú évtizedeket kellett várni, hogy végre jöjjön egy zsidó közösségi televízió, aki mindenféle változtatás nélkül hajlandó volt leadni ezt a 15 részt. Azt nem tudom, hogy 88-ban ott voltak-e Laki Telken a Fekete Doboz munkatársai, de 99 tavaszán kezdődtek el a tárgyalások az ellenzéki kerekasztalnál. Az ellenzéki kerekasztalnál kezdődnek. Igen, tehát akkor jó, hát igen, és aztán ugye amikor ott sikerült megegyezni, akkor utána folytatódott a állampárttal a tárgyalás sorozat, és a végén lett volna aztán annak a megállapodásnak az aláírása, amelyet a Fidesz és az SZDSZ megtagadtak, és akkor utána indult ugye a kampány a négy igenes népszavazásról. Ez már 99 ősze. Közben volt ugye június 16-án az újratemetés. De éveken keresztül dobozba tud maradni tulajdonképpen egy történelmi dokumentáció. Hát ráadásul egy olyan időszakról, amikor azért még a ellenzéki pártok között volt hajlam az együttműködésre, már akkor mindenki ugye ellenzéki párt volt, és a kormánypárt pedig nem karhatalommal söpörte le őket, hanem hajlandó volt velük leülni, tárgyalni és megegyezni. És szerintem lehet, hogy ez az, ami miatt ezt nem lehetett elővenni, mert hát kiderült volna, hogy annak idején normális emberek normális dolgokat műveltek, és ezt rendszerváltásnak nevezték el. Mi egyszer bemutathattuk és egyszer ismételhettük, azóta a hölgy eltűnt, próbáltam többször hívni. A szerződésünk ennyire szólt, ingyen és bérmentve odaadta, és nagyon érdekes volt, mert nem értettem, hogy milyen politikusok azok, akiknek az egójuk nem akarta látni saját magukat fiatalon, illetve nagyon tanulságos volt az egész sorozat. Ha jól emlékszem, akkor az interjúban a hölgy azt mondta, hogy a legutolsó, aki letiltatta, az a ház első elnöke volt, Szabad Gyuri bácsi, ahogy a hölgy mondotta, mert azt mondta, hogy csak akkor, hogyha az egész le van írva a könyvformájába, és akkor végén elege lett neki, és azt mondta, hogy vagy így, vagy sehogy. Mi bemutattuk ezt, ezt azért mondom, hogyha nem emlékezne rá, hogy milyenek vagyunk. Ön szerint szükség van-e egy olyan televízióra, mint például a miénk? Gondolom, hogy nem reggeltől estig minket néz, mert azért mondjuk az Al Jazeera az biztos vonzóbb, de mi a véleménye erről? Hát az Al Jazeera-t nem nézem, ezt a televíziót időnként szoktam. Ugye ez két televízió tulajdonképpen, mert van egyszer az Izrael-el zsidókkal kapcsolatos blokkok, hírek, kulturális beszámolók, és van másodszor a közszolgálati jellege a televíziónak. Én szerintem két dolog miatt van szükség. Egyrészt, mert ez azért közöl helyi híreket, a helyi emberek egy kicsit magukra ismernek, vagy teret ad a helyben élő politikusoknak, akik aztán információkat közölhetnek a lakossággal. De van egy másik nagyon fontos feladat is, a közszolgálat, a közszolgálata. Én ennél a televíziónál nem látom az előre megvezetettséget, irányítottságot. Óvatosan, természetesen, de közli a kormány számára negatív híreket is, és ugyanakkor viszont interjúkban meg időnként ostorozza az ellenzéket is, hogyha úgy látja jónak. Na most olyan televízió pedig, amelyik
megpróbál, amennyire a lehetőségei engedik, kiegyensúlyozottan működni, sajnos nagyon kevés van ma Magyarországon. Hát nem könnyű. Hát ezt el tudom képzelni. Ezt azok a nézők, akik szeretik a hirdetéseket, azok érezhetik, mert hirdetések azok nem nagyon vannak. Mi a véleménye arról, hogy nagy hirdetők nem azt kérdezik meg, hogy mi a nézettségük, hanem van-e kormánypárti hirdetése? Hát ugye ez a fortélyos félelem írta a költő, amely igazgat mindent ma Magyarországon. Elég megnézni, hogy milyen nézettsége van egy televíziónak, és ahhoz képest abban vannak kormányhirdetések, vagy nincsenek, mert lehet, hogy éppen nincsenek, míg a másiknak, amelyiket a kutya se nézi, oda pedig öntik bele a 10 meg 100 milliós hirdetéseket, és akkor, ha valaki meg akar felelni az általa vért elvárásnak, akkor előbb megnézi, hogy az illetőnek milyen kapcsolata van kormányzati körökkel, és ha nincs, ott nem fog hirdetni, mert fél attól, hogy legközelebb ilyen olyan megbízások el fognak maradni. Sajnos ez jellemző ma nem csak ezen a területen egyébként, hanem sok más területen is az országra. Sikerült Orbánéknak elérniük, hogy az emberek félnek. Utoljára ilyen egyébként a 70-es években volt, a 80-es években már volt, aki felmerte emelni a fejét. Akkor, amikor ön, hát az nem jó kifejezés, hogy hatalmon, amikor az ön pártja nagyon komolyan jelen volt a parlamentben és az ország vezetésében, mennyivel volt más a helyzet, hisz nagyon sok fiatal néző néz minket? Mennyire szerették önöket? Akkor erre mondok, először még a szerelmet hagyjuk még, de majd arra is kitérek. De először hadd mondjam el azoknak a fiataloknak, akik esetleg még akkor nem értek, vagy még nem voltak politikailag eszméletüknél, hogy 1994-ben az akkori koalíciónak 74%-a volt a parlamentben, és bármilyen kétharmados törvényt bárhogy átírhatott volna, elfogadhatott volna, ehhez képest azt mondta, hogy akkor, ha ennyi van, meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy az ellenzék is meg tudjon jelenni, ezért, és a véleményét megjeleníthesse, ezért bevezettük a 80%-os szabályt, mert az ellenzéknek ugye 26%-a volt. Minden olyan törvényhez, ami korábban kétharmados volt, legalább egy ellenzéki párt szavazata kellett, így lehetett a 80%-ot átlépni. A parlamentben akkor volt egy olyan szabály, hogy amelyik javaslat nem kap egyharmadot a bizottságban, az nem kerülhet a plenáris ülés elé, vagyis az ellenzéknek egyetlen egy javaslata se kerülhetett volna soha a plenáris ülés elé. Ezt megváltoztattuk, és azt mondtuk, hogy az ellenzéki javaslat, ha 20%-ot kap, vagyis ha mindegyik ellenzéki támogatja, akkor mehet a parlament elé. Megpróbáltuk a fékek ellensúlyok rendszerét egy ilyen hatalmas többség mellett is működtetni, az meg szóba se került, hogy a különböző független intézmények vezetőit a kétharmados törvények segítségével leváltsuk. Ez egy hihetetlenül nagy különbség ahhoz képest, amit ugye Orbán Viktor most bevezetett, nem véletlenül nevezik a rendszerét autokráciának, sőt időnként puha diktatúrának, bár ez nem a legjobb kifejezés rá. Ami a kérdés második felét illeti, ugye ez a, hogy viszonyultak hozzánk az emberek, belügyminiszternek van személyi biztosítása. Én ezt a személyi biztosítást egy év elteltével megszüntettem, és attól kezdve, ha mondjuk a nyaralóban mentem le Balatonra, akkor én vezettem az autót, a strandra ugyanúgy kijártam, ugyanúgy jártam vásárolni, soha semmilyen atrocitás engem nem ért. Most akkor ugrunk, és nézzük meg, hogy mondjuk amikor legutóbb Áder János járt Pécset egy középiskolában, akkor lezárták a folyosót, ahova ő járt, elvették mindenkitől a mobiltelefont, átvizsgáltak mindenkit a bejáratnál, együtt ebédelt a diákokkal, szólt a hír, de valójában egy szűk, kiválogatott körrel, akiket úgy
választottak ki. De egy köztársasági elnököt mindenhol a világon megpróbálnak megvédeni. Hát abban az időben például Göncz Árpád, az kiment a Tabánba, és leheveredett a fűbe, és hallgatta a madarak csiripelését, hanem az LGT-nek a koncertjét, de szóval nem, ehhez képest megváltozott a helyzet. Most azt nem tudom, hogy van egy tényleges fenyegetés, vagy pedig ez a biztonsági emberek hókusz-pókusz, amelyek meg persze hajlamosak rá, ugye neki mutatni kell, hogy rá feltétlenül szükség van, és azért egy hihetetlen... Én egy olyan országban szocializálódtam, ahol a miniszterelnököt lelőtték. Na jó, de most akkor nem lehet hasonlítani az amerikai elnököt, az orosz elnököt, a pápát, meg az izraeli miniszterelnököt, hát az is Áder Jánoshoz. Pisilni, mint ön vagy én. Hogy? Azok is ugyanúgy mennek pisilni, mint ön vagy én. És ennek eszébe jut, hogy úristen, most akkor le fognak lőni közbe? Nem. Na ugye, hát ez egy lényeges különbség, de minden esetre a világ persze megváltozott, és kétségkívül a biztonság az azért fontos, és én nem is szoktam kifogásolni, hogyha a megfelelő biztosítás létezik, de ez itt túl van spilázva, szerintem túlzásba viszik. Amikor fiatal volt, akkor jobb kapcsolatokat ápolt a most önnel együtt idősebbé vált politikusokkal? Már ugye megint a más világ kérdés, már nem a más világ, hanem az tényleg egy másik világ volt. Szóval ott kezdődött, hogy egy csomó ember bekerült a politikába, akik azt megelőzően hivatalosan nem politizáltak, tehát nem voltak pártagok, nem volt semmi ilyesmit, nem csináltak. Egyetemisták voltak, vagy az élet kezdetén voltak. Hát vagy a demokratikus ellenzék tagjai voltak például. Most följöttek vidékről Budapestre, a nagyvárosban, és akkor persze a parlament az ülésezett 3-4 napig hetente, de hát amikor délután vége lett, hát mit csináltak volna? A vidéki képviselők például együtt jártak különböző helyekre vacsorázni. Mindegy volt, hogy a kisgazda, vagy fideszes, vagy SZDSZ-es, együtt jártak vacsorázni. A kisgazdák engem rendszeresen hívtak a névnapokra, születésnapokra, el is mentem egyébként, nagyon jó kolbászok, sonkák, töpörtjük voltak kaphatók, még a boraik is jók voltak, arra kellett csak vigyázni, hogy mire verekedésre kerül a sor, addigra az ember már hazamenjen, de ez egy olyan természetes... Szoktak verekedni is? Hát abban az időben volt rá példa persze. Hát volt olyan kisgazda képviselő, nagyon szerettem és jobban is voltunk egyébként, aki hétvégén disznót vágott télen, és a Fehérház parkolójában, az autó csomagtartójában árulta a friss kolbászokat, burkákat és húsokat. Hát úgy, kellett egy kis háztájból. Ez tényleg egy más eset volt. És hát abban az időben ugye a Fidesz és az SZDSZ nagyon közel állt egymás mellett ültünk a parlamentben, de egyébként is közel állt egymáshoz. Ugyanaz volt a filozófia, ugyanazok voltak a szakértőink, nagyon sokszor adott kérdésben ugyanazt a véleményt mondtuk. Ez úgy 94 táján változott meg. Pészakkor azt mondják a zsidó húsvétkor, hogy Man Istená, miben különbözik ez az éjszaka egymás éjszakától? Tehát miben különbözik, hogyha akkor ugyanazt gondolták ugyanarról, egy szakértőt használtak? Orbán Viktor úgy 93-94 táján jutott el valószínűleg a saját gondolkodásában odáig, hogy amit eddig vitt, amit eddig képviselt, azzal ő nem tud kiemelkedni, mert nem tud szociáldemokratább lenni az MSZP-nél, és nem tud liberálisabb lenni az SZDSZ-nél, és ezért keresett magának egy helyet, ahová betörhet, és ez a jobb oldalon volt, ugye addigra már meggyengült a MDF, a kisgazdáktól senki nem várta komolyan, hogy az országot fogják vezetni. És ott ez látott egy szitokszó jobb oldal? Nem, nekem egyáltalán nem. Hát mondjuk például van jobb-közép liberális is. Ugye a liberálisok gazdaságpolitikája az többnyire jobb. Megnyugodtam, mert én zsidó létem. Egy ilyen liberális jobb oldalt tudok elképzelni. Az teljesen rendben van. Megjegyzem, az SZD, vannak olyan országok, például Hollandia, ahol a
VVD és a D66, két liberális párt, az egyik az konzervatív liberális, a másik szociálliberális. Mondjuk Németországban az FDP az inkább konzervatív liberális, míg Magyarországon az SZDSZ-ben a kettő együtt volt jelen, ebből belső viták fakadtak is egyébként. Szóval ott tartottunk, hogy Orbán Viktor meglátta a részt a jobb oldalon, és nagyon tudatosan átvitte oda a pártját. Ez tulajdonképpen 90... Ennek köszönhetően mind a mai napig léteznek. Igen, de ez egy érdekes dolog, hogy ők ugye 92-ben olyan 40%-os népszerűséggel álltak, utána jött a székházügy, ami megrengette ezt a népszerűséget, de azért a nagymamák pártja volt a Fidesz, ugye az a helyes, kedves, okos unokák voltak ők, és aztán amikor 93-tól érzékelhetően ment át jobb oldalra, akkor ez a szavazó tábor őt ott hagyta, az új lehetséges szavazó tábor pedig nem hitte el, hogy ez hiteles ez a váltás a Fidesznél, és ezért a Fidesz majdnem kiesett a parlamentből 94-ben, az választáson 7,5%-ot ért el, a parlamenti helyeket illetően pedig 5,18%-a lett, tehát majdnem kiestek a parlamentből ennek a váltásnak a következtében, viszont ezzel valóban 98-ban már nyerni tudtak, bár ennek az is oka volt, hogy a kisgazdák 86 helyen visszaléptek a Fidesz javára. Ön sajnálja, hogy a kisgazdák szinte megszűntek? Az a fajta kisgazda politikus, akit én egyébként kedveltem, őket sajnálom, mert ők valóban a vidéki ember szempontjait tudták megjeleníteni a politikában, és szerintem az egy fontos dolog. Ugyanakkor viszont a kisgazda párt a belső vitáival, egyes személyeinek a politikai stílusával, hát a végén inkább komolytalan volt, és már nem jelenítette meg a vidéket. Azt a fajta kisgazda pártot meg nem sajnálom, de egy értelmes, okos vidékpártra azt gondolom szükség lenne. Mennyire sajnálta az MDF megszűnését? Megszületését és megszűnését? Hát tekintettel arra, hogy majdnem egyszerre szűnt meg a két rendszerváltó párt, az SZDSZ és az MDF, én ezt sajnálatosnak tartottam. Annál is inkább, mert azért a kezdetekkor, most szerintem MDF-ben aztán ugye mondtam, hogy az SZDSZ-ben jelen volt a konzervatív liberális, meg a szociálliberális, hát az MDF-ben szinte minden volt. Ott aztán ugye voltak a valódi, igazi, tényleg konzervatívok, a polgárok. Én nagyon sok vidéki embert láttam, akik már a szocializmus alatt is polgári életformát vittek, és aztán csatlakoztak a MDF-be. Ez abszolút rendben, persze. De ugye ott voltak a népiek, akik hát mindenféle zavaros harmadik utas dolgokkal jöttek elő, ott voltak a liberálisok, ugye Debreceni József, Elek István például, és hát ott voltak a szélsőséges jobboldaliak, mint a Csurka és Köre, akikből később ugye a MIÉP megalakult. Csurkának ugye... Én Csurkát azon kívül, hogy kaptam egy pöttyös csokornyakkendőtől, amikor egyszer ide látogattam. Szenzációsak voltak a könyvei neki, és... A nagyon jó darabokat írtak. És abszolút. A darabjai, és az, hogy... Tehát valami oka lehetett, hogy ő arra tolódott, amerre tolódott. Hát az annak idején azt lehetett azért tudni, hogyha kicsit többet ivott a kelleténél, akkor azért azonnal antiszemita, nyílt antiszemita lett belőle, és azért, hát, ha ezt nézzük, akkor annyira nem változott meg. Az igaz, hogy odahagyta az írást, vagy az is lehet egyébként, hogy a politikában dramaturg volt továbbra is, ugye a... Tehát lehet, hogy nem is volt antiszemita, hanem ez egy dramaturgia. Nem, én azt gondolom, hogy azért ő antiszemita volt. Hát hogyha jól értettem, akkor az egyik jobbikos képviselő azt mondta, hogy ők azért voltak csak antiszemiták, mert hogy dramaturgiailag ez sok voksot hozott. Nem, én a dramaturgiát úgy értettem a Csurkára, hogy volt olyan 100 000-es nagygyűlése a Hősök terén, ahol
mondott mindent, ami a csövön kifért, és annak a közönségnek az egy óriási élmény lehetett, hogy Lám ez itt mindent el mer mondani, mindenkit mer szídni, és ugye a jelképek, az ászlók, amik fönt voltak, azok azért... Ezeket a jelképeket és az ászlókat, mint belügyminiszter, hogy tudta kezelni? Fájt a fejük tőle? Ugye először is a párton belül nagy viták voltak, hogy mi az első a szólás és vélemény nyilvánítás szabadságának a biztosítása, mondta a párt egyik fele, vagy, és ebbe a másik felébe tartoztam én, az emberi méltóság. És erről mindig voltak viták, voltak kísérletek arra, hogy tiltsuk be a fasiszta, antiszemita, neonáci, náci jelképek használatát, de ez nem volt lehetséges, illetve amikor a... Érdekes, a jobbra tolódott Orbán Viktor, ezt pedig a nulla toleranciát bevezette. Hol? Hát van nulla tolerancia, van is. Ja, hát akkor jó, az így akkor rendben van, akkor én megcsináltam az ön életpálya modelljét. Mert hát hallhatta, hogy a rendőröknek, tűzoltóknak, pedagógusoknak, mindenkinek lesz életpálya modellje. 8 éve mondják, senkinek nincs életpálya modellje. Ennyi a nulla tolerancia. Egyébként volt olyan, hogy annak idején, még a belügyminiszterségem alatt, az egyik ilyen szélső jobboldali gyűlésen, ugye mindig az a kérdés, hogy ami elhangzik, az... már túllépette azon a határon, amit meghúztunk, ugye a közösség elleni izgatás gyűlöletke, vagy még nem. Na most a rendőr, aki ott van, hát ezt honnan tudná? Úgyhogy akkor azt csináltuk, hogy két történész ült egy közvetítő kocsiban a tüntetésen, és amikor elhangzottak azok a mondatok, amelyek már túlléptek ezen a határon, akkor azt mondták, hogy na most lehet menni, és akkor le is vették a szónokot, és be is vitték. Ez egy figyelmeztetés volt a többieknek, hogy azért vannak bizonyos határok, amiket még szónoklatok közben se lehet átlépni. Tehát például ön, mint belügyminiszter, nem engedélyezte volna, hogy a néhai Moszkva térről régi időket emlékeztető egyenruhába induljanak egy kirándulásra a várból való kitörés emlékére. Ez a kitörés napja, ez annak idején alattunk is jöttek. Volt olyan, amikor betiltottuk, akkor bevonultak vendéglátóipari egységekbe, és akkor ott oda utánok mentek, és voltak őrizetbe vételek is. És volt az elején, amikor még nem vettük észre, hogy ez hova tud fejlődni, amikor megtartották, és utána volt is nagy felháborodás és botrány. Ha ma, a mai fejjel dönthetne, hogy belügyminiszter vagy más miniszteri tálcát szeretett volna, vagy szeretne, akkor mást választott volna? Hát, ugye akkor az a koalíciós tárgyalások következménye volt. A belügyi tárca az a miniszterelnöki pozíció után a legnagyobb súlyú tárca, és miután a kampányban én jelenítettem meg az SZDSZ-t, elég nyilvánvaló volt, hogy ezt a tárcát nekem kell vinnem. Ez nem ilyen, inkább azt kérem, szóval nem úgy van ez, hogy leakasztom a polcról. Utána viszont nekem mindenféle tárcákat ajánlgattak, ugye az SZDSZ utána még két alkalommal volt kormányon, de akkor meg nem vállaltam el, mert én voltam a pártnak az elnöke, és azért azt a tanulságot levontam a Horn kormány időszakából, hogy az nem jó, ha a koalíciós párt elnöke egyúttal beosztotja a miniszterelnöknek, mert egyszer a kormány dönt valamit, az a kormánytagokra kötelező, következésképpen kötelező a másik párt elnökére is, ami lebénítja adott esetben a párt vélemény nyilvánítását, ezért aztán a továbbiakban már nem fogadtam el semmilyen kormányzati pozíciót. Figyeltem a médiás pályafutását, és nem hallottam soha öntől azt a kérdést, hogy milyen lett volna, ha. Én mégis megkérdezem, hogyha ma kéne döntenie, hogy a politikája adja a fejét, ugyanezt tenné? Az összes körülmény figyelembe vételével nagyon bizonytalan lennék a döntésben.
Én akkor egy vállalatnak voltam a gazdasági igazgatója rendszerváltáskor, elég jó jövedelem nézett volna ki nekem, ha rendszerváltást követően, és az egy kényelmesebb élet lett volna természetesen. Ugyanakkor viszont, ha meg arra gondolok, hogy akkor mit gondoltam a helyzetről, mert akkor azt gondoltam, hogy ha az ember a rendszerváltáskor parlament tagja lehet, és ezért része lehet a döntéshozatalnak, akkor már nem élt hiába, és én ezért indultam el. Most már senki nem gondolja rólam szerintem, hogy nem éltem hiába, de minden esetre én még ma is büszke vagyok arra, hogy azért az elején ott voltam, és nagyon-nagyon nem örülök annak, sőt szégyellem, ahová ez az egész végül is vezetett. Amikor új karriert kezdett, és elkezdett médiás lenni, ezt a médiást olyan furcsa hangvétellel próbáltam mondani, biztos utalok valamire. Milyen érzés volt ugyanabban a parlamentben, nem belül, hanem kívül ülni a padon, és megkérdezni embereket, akivel lehet, hogy azelőtt szóba sem állt volna? Hát először is arra azért rá kellett jönnöm, hogy ez egy szakma. Tehát, és bennem nincsen meg valami, ami azokban, akik a médiával foglalkoznak, megvan. Nevezetesen, ha én hallok egy hírt, eszembe se jutott soha, hogy megcsinálom. Hogy hú, ez igen, ezt most behívom, és akkor ez lesz, meg az lesz. Szerencsére voltak szerkesztők, akik ezt a feladatot helyettem elvégezték. A másik, hogy én úgy fogtam föl ezt a médiás szereplést, hogy beszélgetek valakivel, és nem akarom bántani semmi, én beszélgetek vele, mintha én lennék a televízió néző vagy a rádió hallgató, de volt egy szerintem lényeges különbség, hogy én nagyon sokat készültem egy-egy beszélgetésre, tehát a Klubrádióban 10-től 12-ig volt a műsor, akkor én arra 2,5-3 órát készültem, mert azt gondoltam, hogy nem teszek fel olyan kérdést, amire én magam nem tudom a választ, hogyha engem félre akar vezetni a riportarany, akkor tudjam neki azt mondani, hogy állj, ez nem így van. Az nem a spontanitás ellen van ilyen hatalmas készülődés? Nem, mert ha az ember sokat tud, akkor bármilyen irányba tud spontán lenni. Értem. Ha jön a kaszás egy szép napon, és azt mondja, hogy Rága Kuncze úr, jöttem magáért, akkor azt mondaná, hogy jöjjön majd 20 év múlva, még elintézendő dolgaim vannak? Én végig gondolva az életemet, én ezzel meg vagyok elégedve, abszolút semmilyen hiányérzetem nincsen. Most ami hátra van még, az ugye azzal fog eltelni, hogy jobban fáj esetleg a lábam, én kosárlabdáztam, és annak azért vannak következményei. Vagy az is lehet, hogy már feledékenyebb leszek, elfelejtek dolgokat, vagy az is lehet, hogy kevésbé jól fogok tudni megélni, mert ugye a nyugdíjam egyre hát jobban elmarad attól, ami... Én nekem van egy ötletem, ez egy jó végszó, hogy... Majd gondolkodnom kell, hogy is jövök ki a nyugdíjból, hisz műsoridőnk régen lejárt, ilyen csillagokat látogatok a képernyőn, mert a fülemből a dugót kivettem, mert annyira próbáltam odafigyelni. Úgyhogy kedves nézőim, Kuncze 2 majd következik, másokat 45 perc alatt összefoglalunk. Ez nem sikerült, mert nem akartam túl sokszor beleszólni, hisz annyi új információt kaptam, és gondolom önök is, ami szórakoztatott, és ilyen nem csak érdekes képet vágtam, hanem tényleg érdekelt. Úgyhogy tegye meg azt a baráti szívességet nézőink kedvéért, hogy jön majd Kuncze 2, aztán ha akkor sem férünk bele, akkor majd jön Kuncze 3. Hívásra a házhoz jövünk. Kuncze Gábor belügyminisztert látták és hallották, nem bánta meg sem azt, hogy engedte azt, illetve hogy nem cenzúrázta meg a Ho Chi Minh vasárnapot, amikor a diákok tanultak, és elküldte. Ettől a cenzor bácsi vagy néni ideges lett, úgyhogy ment a piaristákhoz. Annak a nyomait azért még ma is látjuk, de időnként azért el is mosolyodik. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá. Önöknek további jó tévézést, és ne felejtsenek el szeretni minket. Ugye tudják, mi a szlogen.
úgy szeretni minket, nem pénzt kérünk, nem ajcsit kérünk, hanem azt kérjük, hogy mondják el a szomszédoknak, hogy hol lehet minket megtalálni, és ha tényleg objektív híreket akarnak látni, sok-sok bakival, akkor ez az önök címe rajta, várjuk önöket szeretettel, velünk kelni, velünk feküdni, ez a legjobb megoldás. Viszontlátásra, további jó tévézést!